Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Idén falunapot rendeztek Kocsolán, színes programok mellett a díszpolgári elismerést is átadták. Járási polgárőr találkozót rendeztek a hétvégén, kitüntetéseket is átadtak az esemény alkalmával. Edzőmérkőzést tartottak Dombóváron, a DFC játékosai a kaposvári focistákkal mérhették össze képességeiket. Falunapot tartottak a hétvégén Kocsolán. Az érdeklődőket színes programokkal, különböző játékokkal és vetélkedőkkel várták. Megválasztották a település díszpolgárát Hartung Aranka személyében. Falunapot tartottak Kocsolán. Az eseményt minden második évben rendezik meg, a település születi felvonulásával felváltva. Nagyon fontos falunk számára, egy kicsit összehozza a közösséget, eltölthetünk egy kellemes napot, már délelőtt 10 órától ment ez a rendezvényünk, ez a kis rendezvényünk, 10 órakor kezdődött a főzőversenyünk, és délelőtt egy ilyen kis vetélkedő műsor volt, amit falu olimpiának neveztünk. A falura jellemző versenyek, versenyszámok voltak, mint csizmadobálás, talicska verseny, különböző más ilyen kisebb akadályversenyek. Minden második évben tartjuk a falunapunkat, és változva a szüreti felvonulásunkkal. Egyik évben szüreti felvonulás, a másik évben meg falunapot tartunk. A falunapon különböző korosztályok számára hoztak létre programokat, de a cél az volt, hogy mindenki jól érezze magát. Délelőtt is elég sokan voltak, mindenkit azért vonzott ez a kis vetélkedő, a gyerekeknek habparti is volt, ugrókötél bemutató, úgyhogy próbáljuk elég színessé tenni a rendezvényünket, és elég népszerű is, így minden korosztályt meg kicsit megmozgatunk. Helyiek vagyunk, és mint egy kis falu nem olyan sok rendezvény van itt, de részt szoktunk venni, amikor létezik. Hál' Istennek ilyenkor összehozza a barátokat, rokonokat ez a rendezvény, úgyhogy szeretünk kijárni, igen. Próbálták úgy összeállítani a programokat, hogy a kicsitől a nyugdíjas korig mindenkinek jusson szórakozás, úgyhogy szerintem rendben van. Az idén adták át a település díszpolgári díját is, amelyet két évente szoktak odaítélni a kiválasztott személynek. Ezt is mindig a falunapon adjuk át minden második évben. Az idei díszpolgárunk Hartung Aranka, aki hosszú időn keresztül óvodavezetőként is tevékenykedett, óvónőként, kulturális bizottsági tagként, és mindig részt vesz a közösségi életben, úgyhogy méltán megérdemli ezt a díjat. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam ezt a díjat. Ez egy elkötelezettséget is jelent, mert nem csak egy díszpolgári cím, ez egy felelősséget is jelent az ember számára. Sok-sok éven keresztül, több mint 40 évig kocsolai óvodában dolgoztam vezetőként, és tudom milyen az, hogy csapatban együtt dolgozni, barátokkal, társakkal, szülőkkel, kollégákkal. Mindig volt egy közös célunk, és ezt a célt közösen értük el, és én ezért is vagyok hálás, hogy a társaimmal, a barátokkal, a közösséggel együtt megkaphattam ezt a díszpolgári címet. Idén Kocsola polgármestere és Potápi Árpád János országgyűlési képviselő adták át az elismerést. A képviselő úr kiemelte, mennyire fontos közösségformáló hatásuk van ezeknek az eseményeknek, és egy óvónő 40 éves karrierje miért elismerendő. Ez a falunap elsősorban az itt élő lakosságnak fontos, persze a vendégeknek is, akik alapvetően innen Kocsoláról származtak el. A közösségformálás szempontjából nagyon jó dolog az, hogyha az emberek találkoznak egymással, beszélgetnek, közösen hozzák létre a műsorokat, egyáltalán falunapot, és közösen is élvezik ezt. A mai nap azzal is kiegészült, hogy a díszpolgári címet adták át, illetve polgármester asszonyok közösen adhattuk át egy olyan személynek, aki egész életében nagyon sokat tett az itt élő emberekért, az óvodát vezette nagyon hosszú időn keresztül, és azért neki is köszönhető, hogy azok, akik például ebben a sátorban éltek, hogyan szocializálódtak például az óvodába, hogyan tanultak viselkedést, egyáltalán az életnek az alapvető dolgait hogyan tanulták meg. Szerintem mindenki ismer, mindenki emlékszik az óvonéniére, az első óvonéniére, az itt élő emberek is, és hálás szívvel gondolnak Hartung Arankára, aki ma a díszpolgári címet átvette, én is gratulálok neki. Kocsolán a falunapot egy annanapi búcsú követte, mely hagyományteremtő célja mellett szeretné feleleveníteni a régi búcsúk hangulatát is.
A falunapi rendezvényünket összekötjük az Anna napi búcsúval, mert másnap Anna napi búcsút tartunk, tehát a holnapi nap folyamán vasárnap a gyerekeknek ingyenes körhinta, ugrálóvár és egyéb ilyen játékeszközök állnak rendelkezésre. Szerettük volna visszahozni a régi búcsú hangulatát, úgy gondolom, hogy ez már az elmúlt időszakban sikerült is, és remélem, hogy ez így folytatódik és hagyománnyá válik. A rendezvényen délután egy kulturális műsor szórakoztatta az odalátogatókat, és a napot egy bállal zárták. A járási polgárőr találkozónak idén Dombóvár adott otthont. A megnyitónak kiemelkedően teljesítő polgárőrök kitüntetésekben is részesültek, és a programnak része volt egy közös ebéd is. A hétvégén rendezték meg a járási polgárőr találkozót Dombóváron. Az eseményen az átlagon felül teljesítő polgárőrök kitüntetésben részesülhettek, és a járás minden egyesülete képviseltette magát. A rendezvényen közel 100 fő gyűlt össze egy jó hangulatú ebédre. Ma Dombóváron járási polgárőrnapon vagyunk, és nekem, mint rendőri vezetőnek kiemelten fontos, hogy támogassuk a polgárőrséget, és nagy öröm önnel szolgál, hogy most itt a városban is egy önálló polgárőrnapot ünnepelhetünk. Elmondhatom, hogy a polgárőrség egy olyan professzionális, kvázi rendvédelmi szervé vált az elmúlt 30 évben, hogy a rendőrség és a lakosság mindig számíthat a polgárőrség segítségére, működésére. Nekünk, mint akár közös szolgált végrehajtás, de akár önálló feladatnak az átdelegálásában is nagyon fontos szerepe van a polgárőrségnek, és kimondottan el lehet mondani, hogy ma közbiztonság és bűnmegelőzés polgárőrség nélkül nem létezik, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy ezt az együttműködést fenntartsuk, és az ő munkájukat segítsük. Azok kaptak elsősorban nyilván elismerést, oklevelet, kitüntetést, akik az átlagtól egy kicsit többet tettek, kiemelkedik a teljesítményük. Én személy szerint a Kocsalai Polgárőr Egyesület vezetőjét, Károlyi Károly urat részesítettem oklevélben. A rendőri vezetés egyöntetően kiemelte, hogy nagyon aktív a polgárőr kollega, és rendszeresen részt vesz a szakmai egyeztető megbeszéléseinken, és mindent megtesz azért, hogy jól működjenek. Másik részről pedig a Dombóvári Polgárőr Egyesület vezetőjét, a Borbánát részesítettük elismerésben. Egyrészt az ő szerepe nagyon fontos, mert azért mégiscsak a járás székhelye Dombóvár, és nagyon fontos nekünk, hogy itt helyben, magában a városban működjön egy jól szervezett polgárőr egyesület. Talán legfontosabb erényének hoznám fel, hogy egyre több ifjú polgárőr lép be az esületbe, és azért ez a jövőt előrevetíti, hogy még hosszú ideig számíthatunk az ő munkájukra. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere is ellátogatott a találkozóra, és elmondta, manapság milyen lényeges szerepet tölt be a polgárőrség. Azt gondolom, hogy rendhagyó módon járási rendezvényről döntött a Tolna megyei Polgárőr Egyesület elnöksége, de számunkra ez megtisztelő, hiszen azt gondolom, hogy olyan nagy szükség a polgárőr mely napjainkban van, még soha nem volt. Nyilván az elmúlt 30 néhány év alá támasztott azt, hogy igenis rájuk szükség van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a határhelyzet, a Covid helyzet, azt gondolom, hogy összevonunk mindent, nincs a világon annyi rendőr, aki a helyzetet kezelni tudna, és ezért nagyon örülünk, nekik vannak olyan állampolgáraink, akik szabad életünként arra használják, hogy a közbiztonság érdekében dolgozzanak. Széles János, a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetség elnöke kiemelte, milyen lényeges ez az esemény vármegyei szinten is. Én azt gondolom, hogy maga a hangulat megalapozása ebben a köszöntővel, illetve elismerések átadásával már egy jó hangulatot. Ha nem is lesz semmi más, már jól érezzük magunkat. A Dombóvári Polgárőr találkozó finom ebéddel és jó hangulattal várta a vendégeit. Edzőmérkőzést rendeztek a Dombóvári Futballklubban. A meccsen a dombóváriak a kaposvári focistákkal szálltak szembe, így készülve az idei szezon hátra lévő mérkőzéseire. A fiatalok nagyon elkötelezettek a labdarúgással kapcsolatban, és már több éves tapasztalatuk van a pályán. A DFC játékosai most a kaposvári focistákkal mérhetik össze képességeiket. Minden edzésen kitartóan részt vesznek, és semmi sem állíthatja meg őket a felkészülésben. Igazából a felnőttnél 2 éve vagyok, ez lesz a 3. szezonom. Aztán előtte én utánpótlásban voltam itt Dombóváron. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az egy nagyon összetett sportág. Igazából az életben is nagyon sok mindenben tud segíteni az embernek, és igazából a megszállottja voltam kiskoromban is. Nagyon jó edzőim voltak, mellette nagyon jó emberek is, pályán kívül is, és ők voltak rám hatással, hogy ezt a sportot válasszam. Én bizakodó vagyok ebben a szezonban. Sajnos a tavalyi szezonnak a tavaszi mérkőzései azok a végét azt eléggé megváltoztatták a szezonnak.
Én úgy gondolom, hogy az új igazolások és a mostani csapat az egy olyan eredményt fog elérni, ami a vezetőségnek, számunkra és az edzőnek is megfelelő lesz. Az egyik edzőmérkőzésre látogattunk Dombóváron július utolsó hetében. A dombóvári focisták és az ellenfél kaposvári csapat az ilyen játékokkal is fejlődnek és készülnek a nagyobb megméretetésekre, mondta Horváth Zoltán vezetőedző. Készülünk a mai mérkőzésre, játszunk egy edzőmérkőzést a Kaposvár U19-el, és hát az egyik edzésünk ugye mindig most a felkészülés alatt a hétközi edzőmérkőzés, úgyhogy a mai programunk az ez lesz. Hát most jelenleg 15 mezőnyjátékosunk van, de egyébként vannak, akik hiányoznak különböző okok miatt. A mai nap 15 mezőnyjátékos és két kapus, aki részt vesz a mai mérkőzésen. A mi csapatunk az egy nagyon fiatal csapat. Ez maradt a nyáron is, már olyan szempontból maradt, hogy akik érkeztek, azok szintén a fiatal kategóriába tartoznak. Ehhez tartjuk is magunkat, tehát igazából a csapat átlag életkora szerintem a bajnokságban a legfiatalabb lesz, mármint az idei bajnokságban, mint ahogy egyébként a tavalyi bajnokságban is volt, de én úgy gondolom nem ez a fontos, hanem remélem, hogy a minőség, akik érkeztek, azok minőséget is fognak majd a csapatnak adni, tehát ebből a szempontból az előrelépésünk az én úgy gondolom, hogy be fog következni. Igazából nem méregetünk, meg nézegetjük, hogy ki hogy készül, mármint hogy mik a mi készülünk, és hát szeretnénk természetesen a legjobbat, legtöbbet kihozni az idei szezonból. Meglepetést szeretnénk okozni, mármint abból a szempontból, hogy igazolásainkat is, egyebet is úgy intéztük, illetve úgy próbáljuk, hogy jobban tudjunk szerepelni az elmúlt évhez képest, de mondom még egyszer, igazából mindig a következő célra, vagy a következő mérkőzésre készülünk, jelen esetben most az edzőmérkőzésre, és igazából a bajnokságra most még nem gondolunk. A vezetőedző azt is elmondta, pozitívan állnak hozzá a nyári szezonhoz, és ugyan még korai értékelni, de látványos a fejlődés. Igazából erről még korai lenne azért beszélni, mert egy a bajnokság, nekünk még van 4 hét, bár mondjuk 2 hét, vagy jövő hétvégén már ugye a főtáblán kupamérkőzést játszunk, de a bajnokság az még ugye arra 2 hétre fog kezdődni, tehát nekünk van még bőven időnk. Most a jelenlegi állapotunk az olyan, ami ennek ebben az időszakban kell lenni, tehát nem se jobb, se rosszabb. Természetes, hogy szerintem ez hétről hétre javulni fog és jobb lesz. Még fogunk játszani jövő héten, mint ahogy az előbb is mondtam, a Magyar Kupa főtáblán Sárbogárdon. Az egy Fejér megye első osztályú csapat, és hát szeretnénk tovább jutni, mert a főtáblán az már egy olyan pozíció, ahol már egy dicsőség tovább jutni, a másik pedig az, hogy már ugye az MLS által ez pénzzel is van dotálva. Utána pedig fogunk játszani még 2 edzőmérkőzést a bajnokság rajtjáért, majd legalábbis a bajnokság rajtja, tervezett rajtja az augusztus 19, tehát mi így készülünk. A Dombóvári Futballklub fiataljai heti 3 alkalommal edzenek, és ezek mellett 2 alkalommal játszanak edzőmérkőzéseket, amely jelentős segítség a felkészülésben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!